És most indul a Sláger reggel. 9 perccel múlt 6 óra, jó reggelt kívánunk Pardán Petrával. És Viktorin Tamással. December 14-e van, ami azt jelenti, hogy most már csak 10 nap karácsonyig. Ez igen! Nagyon durva. Én már nagyon várom, hogy végre ott tartsunk. Hát jó lenne a fa alatt, tény és való, de a fán is vannak értékes gyeremények. Jó reggelt! Kereken 4:07 van, jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. És Viktorin Tamással. Tünde azt írja, jó reggelt Petra és Tomi, szép új hetet nektek. Szép reggel, drágáim, ez Crazy Caress üzenete, és Lufbalon is jó reggelt kíván. Hát reméljük, hogy jobb lesz a reggel, mint a tegnap esténk. Ugyanis mivel a mi drága hallgatóink megszokták, hogy olyan vagyunk, mint egy nagy család, mindig elmeséljük, hogy mi történik velünk, és hát én tegnap este Tomit hívtam ilyen 4:10 körül, hogy majd reggel ébresztem, ugyanis az történt, hogy az én drága anyósom elesett otthon, és hívta a bátyja az én páromat, hogy gyorsan ezerrel menjen haza, Váczent Lászlóra, haza is ment, és aztán ott talált az anyukáját úgy, hogy az arcára esett. Ja, Isten. Hívták a mentőket, akik megérkeztek, nyilván 1000 csiliárd dolguk van, de még így is olyan édes emberek érkeztek, hogy komolyan, tehát le a kalappal előttük, úgy, hogy ők is túlterheltek, ezt tudjuk, és behozták a Honvéd kórházban, és a Honvéd kórházban is az a durva, vagy azzal a durva szembesülni, hogy ugye nyilván a szabályok miatt mi most nem tudtuk sebe kísérni, sebe menni nem tudtunk. A kis férjem ott maradt Váczent László, mert ugye nem tudott már hazajönni hozzám, mert 8 óra elmúlt, szóval, hogy olyan zaklatott éjszakánk volt, hogy így... Viszont a mentőknek nagyon hálásak vagyunk, mert édes emberek jöttek ki, nagyon segítőkészek, szóval tényleg le a kalappal előttük. Hát és zsúkolunk, és jobbulást kívánunk Piroska néninek mindenképpen. Igen, igen. Úgyhogy nagyon furcsa az, hogy tudod, így nem tudsz bemenni, nem tudsz kérdezni, tehát hogy tudom, hogy ez a szabály, és őket védik, és ez a legeslegjobb, csak nagyon furcsa, hogyha az ember kerül ilyen helyzetbe, hogy nem tud semmit sem. Hát sajnos ez ilyenkor nagyon nehéz helyzet, és teljesen érthető, mert persze, hogy felfogja az ember észre, hogy egyébként ezek az intézkedések, igen, ezek a betegek értünk vannak, persze, illetve a betegekért vannak. Tehát, hogy ez tök egyértelmű. Nyilván nagyon nehéz ilyenkor. Úgyhogy kicsit indisponált leszek ma, akkor az valószínűleg annak köszönhető, hogy nem sokat aludtam mondjuk szerintem összességében 2,5 órát, úgyhogy elnézést előre is. Neked jó volt? Jó, én itt vagyok, jó? Én itt vagyok. Igen, rám támaszkodhat minden pillanatban, sokkal indisponáltabb tudok lenni, mint te bármikor, úgyhogy felől ne legyen kétséged. Rozál azt kérdezi tőlünk, hogy jó reggelt Petra és Tomi, mi is készülünk a karácsonyra, de vajon hányan lehetünk majd a fa körül? Hát ez majd még kiderül 21-én, akkor szerintem pontosan megtudjuk. Most elvileg még 10 lehetünk, nem a fa körül? De hogy meddig, hiszem, mert 10, ugye most igen, este 8-ig, aztán lehet, hogy az majd 10 óra lesz, hát ki tudja, még azért várjuk meg, hogy mik lesznek. Igen, hát hogyha jól láttam, akkor pont tegnap Szlávik doktor úr nyilatkozott úgy, hogy hát ő nem javasolná egyébként, hogy karácsonyra bármilyen enyhítés, lazítás férjem bele. Valahol csatlakozom hozzá. Hát igen, ez hasonló szituáció, mint amit az előbb ugye mondtál. Nyilván nagyon nehéz, meg nyilván az embernek így valami, tehát így nem tudom, ilyen görcsbe van a keze, hogy basszus, most ez így alakul. Sláger reggel! 5 perc múlva 6:30, jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. És Viktorin Tamással. Itt ennek a Unique dalnak a végén, egészen a végén, 10 másodperccel a vége előtt, van benne valami olyan csilinger, és valaki megnyomná a csengőt. Ah. Ilyen elektromos csengő. Valami olyasmi, és állandóan felkapom a fejemet, hogyha vagy ez szó, tehát vagy a rádióban szól, nyilván a kocsiban viszonylag ritkán csengetnek be. De hogy úgy, mit otthon hallgatom, akkor is ilyen mindig így felkapom a fejemet. Van valami olyan kis csengés benne. Na majd megfigyelem. Eddig nem vettem észre. Másfajta csengést viszont érdemes figyelni a kedves hallgatóknak, mert hogy természetesen folytatódik a Petra által kalapáccsal elvégzett gömbtörő játékunk, illetve a cserebere is, úgyhogy figyeljenek egész nap a Sláger FM felcsendülő, vagy akár ilyen gyerekdalokra, akár pedig csengőkre, és elsőként kell telefonálni a 0630 30 30 95 8-ra, és igen, komoly nyeremények gazdái lehetnek. Pont ezt akartam mondani, megnéztem a nyereményeket, uramisten, nagyon menő lesz a mai napon is, úgyhogy érdemes velünk játszani. Ha valaki most emiatt telefonálna, akkor még ne tegye, mert most még nem csilingeltünk. És végre elérkezett a pillanat, hogy bejelenthetjük, hogy csütörtökön este 20 órától a Maroon 5 montreali koncertjével várunk mindenkit nagyon nagy szeretettel. Ez azért kedves a szívemnek, mert Adam Levine hangjáért teljesen oda vagy.
vagyok, igen. A stílusáért is, igen. Nagyon szeretem azt, amit ő képvisel, hogy egy ilyen igazi rocker arcból egy példás apuka lett, aki egyébként egy Victoria's Secret modellt vette feleségül, és nagyon boldog családi életet élnek, és egyszerűen imádjuk a Maroon 5 slágereit amúgy is. Azt hittem, hogy beszélgettetek, hogy csak úgy mesél, hogy annyira... Nem, követem az életét, és nagyon szeretem azt, ahogy ő él, meg amivé vált, így a zenének köszönhetően, és hogy nem bolondult meg, hanem hogy így próbál jó példát mutatni a rajongóinak, és én nagyon tisztelem az ilyen embereket. Legyenek óvatosak az utakon, és most jönnek a hírek, útinfok, és már is jövünk vissza. Ez a Sláger reggel. 7 perc múlt 7:30, jó reggelt kívánunk Kordán Petrával. És Viktorin Tamással. Hát szegény Piroska néni, reméljük, hogy jobban lesz. Köszönöm szépen. Bízunk benne, hogyha bármilyen hír van róla, akkor légy szíves, azonnal szólj nekünk. És egy szinte azt mondom, hogy kapcsolódik is a témához, mert hogy a Pesten Halottan Facebook csoportban találtunk egy nagyon kedves bejegyzést, egy cetlit. És ezt Jana Jerema osztotta meg, egyébként Budapesten él, és kórházban dolgozik, ahol az egyik bentfekvő beteget, ő pont ment etetni, segíteni neki enni, és látta, hogy nagyon szomorú az illető, hát mert nem láthatja a családját. Nyilván ugye látogatásos most kvázi nincsen, és oldalra fordult, ahol a kis éjjeli szekrényén talált egy cetlit, ami oda volt téve, mama, hős vagy és bátor, puszil az egész család, aláírva Ági. És hát ő is meghatódott, és olyannyira érezte ennek az egésznek a súlyát, hogy meg is osztotta, ugye a Pesten Halottam csoportban is, és valami hihetetlen cunamit indított el ezzel a kedvességgel, ezzel az aprósággal, ami egy 2,5x5 cm cetli, és milyen hihetetlen erőt tud adni, és milyen boldogságot tud jelenteni. Igen, és meg akartuk osztani ebből a csoportból, de sajnos nem osztható, úgyhogy egy cetlit mindjárt kirakjuk a Sláger FM Facebook oldalára, és erről eszembe jutott az, hogy nem csak ebben a helyzetben eshet nagyon jól az embernek, hogyha kap egy ilyen kis szeretett cetlit, hanem mondjuk, amikor nem tudom, munkába indulsz, és akkor reggel ott van egy kis cetli, vagy hogyha mondjuk egy párkapcsolatban az egyikük később ébred fel, és a másik ott hagy neki egy ilyen kis cetlit. Mi szoktunk egyébként így üzengetni egymásnak, főleg akkor, amikor tudjuk, hogy a másiknak van valami nagyon fontos projekt, vagy valami nagyon fontos dolog azon a napon, és általában ugye ilyenkor én kelek előbb, és akkor a kis férjemnek szoktam, hát tudod, milyen a kézügyességem megy elő a nullával, de szegény, még egy kis szívecskét. Tehát az írásom is legalább olyan ronda, de mindig valami szép kis szívecskét is rajzolok hozzá, és akkor írok valami nagyon kedves üzenetet, amiben általában benne van az, hogy mennyire szeretem, és mennyire büszke vagyok rá, mert szerintem egy-egy ilyen mondatot, hogyha az ember elolvas, az nagyon jól esik a lelkének. Hogy nem, mert azt vagy azt látod benne, meg azt hallod belőle, hogy igen, tehát fontos vagy annak a személynek. Igen, és tudod motiválni a másikat, tudsz neki egy pici erőt adni, de nyilván vannak olyan hallgatóink, akik mondjuk belerejtik a táskába, vagy bárhova beletesznek egy ilyen kis cetlit, hogy amikor elmegy a párjuk a munkába, akkor mondjuk ott találja ezt meg, mert ezek olyan jól tudnak esni napközben is, vagy mondjuk, hogyha nem tudom, például neked a Dóri mindig csomagol szendvicset reggel, hogy föl kell hajnalba, tehát ezek a gesztusok, ezek azt gondolom, hogy sokkal többet jelentenek, mint hogyha a másik folyamatosan szajkózna, hogy így szeretlek, úgy szeretlek, csak aztán nincsenek tettek mögötte. Persze, de mi is egy csomószor szoktunk egyébként így szetlizni. Tehát amikor én viszonylag ritkán, de mondjuk elutazok, és akkor nem leszek ott mondjuk, nem tudom, 2 napig, és akkor be van vetve az ágy, és igen, én a párnára a paplan és a párna közé egy cetlit írok valamit, oké, és akkor ugye első blikre nyilván nem látod, csak amikor este mondjuk már bújik be az ágyba, és akkor elhúzza a paplant, és akkor ott van egy cetli. Tehát írogatunk egymásnak, persze. De ezt meg lehet tenni egyébként Messenger üzeneten, Viberen, szóval bárhogy, mert ma már a modern világban ugye nyilván így is lehet üzenni a másiknak egy kedves jó reggelt üzenetet, úgyhogy tessék nekünk megírni, hogy szoktak-e a párjuknak, a gyerekeiknek kedves üzenetet hagyni, akár mondjuk egy post-it-et elrejteni a táskájában, hogy érezze, hogy gondolnak rá, vagy rájuk, és azt is meg lehet nekünk írni, hogy milyen üzeneteket, mert valaki viccesebben fogalmazza meg, valaki inkább érzelmesebben, és a Sláger FM Facebook oldalára is mindjárt kitesszük ezt a cetlit, amiről beszéltünk. Ez a Sláger reggel. 9 perc múlva 7 óra, jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. És Viktorin Tamással. A Pesten Halottan Facebook csoportban találtunk egy nagyon kedves bejegyzést, amit ugye a Budapesten élő Jana Jerema osztott meg, és mi is tovább osztottuk a Sláger FM Facebook oldalán. Ugye ő egy budapesti kórházban dolgozik, és ott az egyik bentfekvő betegnek küldtek egy cetlit a család részéről, hogy nyilván látogatni nem tudják, és egy tündéri cetli van rajta. Az a lényeg, hogy a család együtt ott van vele, és
kis támogatását fejezi ki tulajdonképpen a kedves mamának, gondolom én. Nyilván ebben a helyzetben nagyon nehéz kapcsolatot tartani, nagyon nehéz támogatólag ott lenni. Egy kicsit nyikorog a mikrofon. Igen, semmi gond, igen. Hát ebben a szomorú pillanatban lekonyult egy kicsit a mikrofon is, elgye a szívét. Ilyen így történt, igen. De egyébként ludakat is tudunk utánozni a mikrofonnal, szóval itt már minden megvan. És tehát nagyon aranyos ezzel a cetlivel az, hogy így ki tudják fejezni a szeretetüket és a támogatásukat. És ugye a hallgatókat kérdeztük, hogy szoktak-e cetlizni családon belül. Tehát nyilván ott ugye egyébként találkozunk, de mondjuk a reggeli jelindulás, amikor a két külön ütemben kell fel a család, akkor ezek a cetlik nagyon jók tudnak lenni. És a Sláger FM Facebook oldalára is várjuk ezeket az üzeneteket, mert hogy SMS-ben már rengeteg érkezik. Stegi Viberen írja, mi a feleségemmel, ha bármit írunk egymásnak, úgy írjuk alá, hogy pusz, az S, az nagy, és az azt jelenti, hogy szeretlek. De jó, tehát már megvan a saját kiszeretett nyelvetek is. Akkor jött még egy üzenet, ugyan nem tudjuk, hogy kitől, mert aláírás nincsen. Sziasztok, pont most szombaton, amikor a 9 éves kislányomat vittem iskolába, aki már nagyon nehezen kelt fel, nem csodálom, igen. Kikészítettem az uzsonnát, és egy cetlit tettem az uzsonnás dobozba, hogy legyen szép napja, jó étvágyat, kitartást, puszi, apa. Aztán mondta, hogy finom volt az uzsi, mindet megette, kivéve a cetlit. Nagyon és helyes. Itt van velünk Zitu is, aki éppen a Pilisben jár. Szia Zitu, jó reggelt! Jó reggelt! Te ugye anyukáddal szoktál üzengetni régebben. Így van, igen. És hogy zajlott ez az üzengetés egymásnak? Hát először kezdődött azzal, hogy ugye én általában hajnalba kelek, és nem mindig bírom megvárni a vacsorát a kutyáknak. Aha. És hát ilyenkor mindig kikészítettem nekik a vacsorát, kis edénykéjét, meg ilyenek, és akkor odajöttem anyukámnak, hogy köszönöm, mert ugye már előtte megbeszéltük telefonon, hogy ő ad nekik, és akkor odajöttem, hogy köszönöm, próbáltam ilyen puszis smájlit írni rá, meg ilyenek. És akkor hát ilyen kis sima üzengetések voltak, tehát nem volt ilyen, hogy szeretlek, meg ilyenek nyilván. Viszont egy idő után ez átment ilyen poénkodásba, no. Hogy példát mondjak. Amikor elfogyott a WC-papír, mi nem kidobtuk a WC-papír gurigát, hanem átdobtuk egymásnak a cipőjét. És akkor reggel már úgy keltetek. Igen, vagy volt olyan is, amikor én ugye hajnalban szoktam csinálni szendvicset, és akkor nem tudom, hogy eldugtam a kedvenc szalámimat, amit én meg akartam csinálni, így körbe barikádott a sajtom, meg a többi szalámival, meg ilyen, és hát én ugye reggel kerestem, hogy hol van. Igen. És utána esett le, hogy ott valami a hűtő legalján nem úgy állt, nem volt szem előtt, nem úgy állt, hogy kellett volna, megnéztem, és ott volt rajta. Jó, hát hajnalban még az ember kicsit kómás tud lenni, tehát még nem mindent fog fel azonnal, de milyen jó, hogy ilyen gyorsan pörög az agyad hát már igen, reggel meg is. Akkor olyan jól indul már a nap, hogyha már van egy ilyen poén benne. Így van. Én tudtam, hogy hol van, hova tettem, de tudtam, hogy úgy kell benne lennie. Nagyon köszönjük, Zitu. Merre jársz most éppen a Pilisben? Mit látsz az utakon? Jól lehet közlekedni? Hát én nekem itt nincs forgalom, úgyhogy én nekem teljesen jó. Az itt nincs forgalom, az mit jelent? Hát igazából senki nincs az utakon, egyedül a volánbuszokkal találkozok. Aha. És még annyit, ha mondhatnék, hogy nekem is édesanyám egészségügy is, és ő is szokott kapni a betegek hozzátartozóitól ilyen kis táblacsok, ilyesmi, és akkor ő is szokott kapni ilyen kis köszönjük szépen üzeneteket, de jó, hogy megkapott képeslapot, meg ilyeneket, és hogyha most hallgat anyukám, mert most fog végezni, akkor kitartás neki, és puszilom. Mi is ezt kívánjuk, és puszíjuk anyukádat. Köszönjük, Zitu, hogy itt voltál velünk. Szép napot, én és jó munkát! Szia! De és milyen jó, hogy már említette ugye azt, hogy a kutyáknak kikészíti a vacsorát. Mert hogy szilveszteri éjszaka vége a petárdázásnak és a tűzi játéknak, hát ennek köszönhetően ugye évről évre több száz kutya és cica kerül bajba Pest megyében is. Idén ez másképp lesz, ugyanis a csütörtöki kormányinfon elhangzottak szerint idén betiltják a tűzi játékok értékesítését. A hírek után erről beszélgetünk Schneider Kingával, a budapesti Noé Állatotthon PR munkatársával. És most indul a Sláger reggel. Sláger, 5 perc múlt 7 óra, jó reggelt kívánunk Vardán Petrával. És Viktorin Tamással. Idén betiltják a tűzijátékok értékesítését, így a gazdik szilveszterkor egy kicsit fellélegezhetnek. Írják meg nekünk, hogy örülnek-e annak, hogy idén nem lehet tűzijátékozni, illetve korábban hogyan vészelték át, mint állattartók a szilveszteri duroktatást. Jó reggelt mindenkinek! Sláger, reggelt.
3 perc múlva 4:18, jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. És Viktorin Tamással. Eddig minden évben több száz kutya cica szökött el Pest megyében a szilveszteri tűzi játékozás petárdázás miatt. Sajnos voltak olyanok, akik elő sem kerültek, hát vagy ha mégis, akkor hatalmas traumaként élték meg a történteket. Mind ők, mind pedig a gazdák is. Idén viszont betiltják a tűzi játékok értékesítését, így talán a gazdik kicsit felélegezhetnek. A vonalban itt van velünk Schneider Kinga, a budapesti Noé állatotthon PR munkatársa. Jó reggelt, szia! Jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat. Kinga, te személy szerint örülsz ennek a döntésnek? Költői a kérdés. Hát igen, valóban költői a kérdés. Persze, nagyon-nagyon-nagyon örülök. Még egy picit lobbizunk azért, hogy a használatukat is betiltsák, uh-huh. Nem csak az árusításukat. Ettől függetlenül nyilván nem vagyunk teljesen nyugodtak, hiszen félünk attól, hogy lesz dolgunk, próbálunk erre készülni, próbáljuk az embereket is felkészíteni. Ahogy ez az év annyi kérdőjelet állít mindenki elé, hát az év vége sem lesz ebből a szempontból más. Hogy tudjátok erre felkészíteni a gazdikat? Mert nekem például volt egy olyan ismerősöm, aki az állatorvosától mindig vitt a kutyusának ilyen kis nyugtatót, amit beadott neki, és akkor ő így tök jól átvészelte ezt a dolgot. De lehet, hogy, vagy hát gondolom, nem minden gazdi ilyen körültekintő, nem mindenki foglalkozik azzal, hogy most elmenjen az állatorvoshoz, hanem utóbb kap észbe, hogy úristen, nem zártam jól be a kiskutyámat, vagy nem vigyáztam rá eléggé. Hát ezzel, tehát információ átadással tudunk igazából segíteni elsősorban előre, tehát a prevencióként, hogy elmondjuk a gazdiknak, hogy azok a kutyák is félnek a petárdától és tűzijátéktól, akik amúgy nem félnek, akik a legbátrabbak évközben, ők is megijedhetnek, és ők is félnek, mehetnek. Ezt még az egészen öreg kutyák is meghallják, és meglátják, akik amúgy már süketek, mint a nagyágyú. Tehát, hogy mindenkire szükség van, hogy figyeljünk rájuk. És most egy picit abban reménykedünk, hogy mivel muszáj otthon lenni, törvényileg, így talán egy picit a gazdik figyelme jobban az állatok felé irányul. Aggódunk, mert hogy például petárdázni eddig sem lehetett. Hát ez az, aztán, ugye, és mégis tudjuk, csinálta. Hogy, igen. Elképesztő mennyiségű petárda durok már gyakorlatilag ez elindul úgy karácsony uh-huh. másnapja után. És tényleg. Úgyhogy például arra felhívjuk a figyelmet a gazdiknak, hogy karácsony után már csak forrázon sétáltasson mindenki. Egyébként ez az előírás, de tudjuk, hogy nem így van. De minden évben már karácsony után megtörténnek az első tragédiák. Egy-egy autóból kidobott petárda, egy ablakból ledobott petárdától megrémült kutyus a kocsi kerekei alatt végzi. Úgyhogy én azt gondolom, hogy bár nagyon-nagyon boldogok vagyunk, hogy valószínűleg nem lehet majd hivatalosan tűzijátékokat árusítani, azért Én még félek, mert a kormányinfón ugye elhangzott, de a jogszabály nem jött még ki, és hát sorban épülnek mindenhol a tűzijátékárosító konténerek, úgyhogy bennem még van egy kicsi fél, de bízom benne, hogy valóban rendben lesz a szabályozás. Tehát, hogy ennek nagyon-nagyon örülünk, de azért a gazdiknak idén is kell figyelni a kis állataikra, mert ez azért nagyon nagy megterhelés az ő idegrendszerükre. Hát, egyértelmű, és hát aki meg állatot tart, hogyha mondjuk az udvaron tartja, mondjuk tételezzük fel, hogy mondjuk egy házban él, az udvaron tartja a kutyát, akkor talán arra az egy napra, vagy arra az egy estére azért be lehet fogadni akár az előszobába is a kutyát. Tehát, hogy azért, ha már valaki felelős állattartó akar lenni, vagy ha már állattartó, akkor legyen felelős, akkor arra az egy napra talán be lehet hozni a kutyát a lakásba. Így van, pontosan. Tehát, hogy nincsenek itt olyan hatalmas nagy dolgok, amiket ne lehetne betartani. Tehát még egy karácsonytól már csak pórázon sétáltatunk. Már most menjünk el az állatorvoshoz, nézzessük meg a csipjét, hogy működik, azon jó adatok vannak. Tegyünk a nyakörvére egy bilétát a nevével és a működő telefonszámunkkal, de ez simán lehet csak egy, nem is költ kell költeni rá, egy 20 forintos vagy 50 forintos kis kulcstartó, amire rá lehet írni, ez is megteszi. És azon a bizonyos napon, vagyis szilveszter napján úgyis otthon kell, hogy legyünk. Vigyük be, legyünk vele,
ne tegyük ki annak, hogy megijedt szél, világás alatt, fennakad a kerítésen, elgázolja az autó, soha többet nem jut haza. Tényleg nem nagy dolog, egy kezemen össze tudom számolni, hogy csak mennyi óvintézkedéssel rengeteg élet megmenthető. Nagyon jó dolgok voltak, amiket elmondtál, és reméljük, hogy át is ment az üzenet, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk. Schneider Kingával, a budapesti Noé Állatotthon PR munkatársával beszélgettünk. Köszönjük, és szép napot! És nyugodalmas szép ünnepet kívánunk. Így van, így van. Nektek boldog ünnepet, köszönjük szépen. Szia. Zsolti érdekes kérdést tett fel, illetve hát érdekes a véleménye. Jó reggelt! Nagyobb összegbe mernék fogadni, hogy a tiltás ellenére orvérzésig fognak petárdázni. Én nagyon remélem, hogy nem, mert már láttam az összeszólalkozást a Facebook oldalakon, ahol kiborultak azok, akik ugye árusítanák ezeket a nem tudom, tűzi játékokat. Hát. Petárdáz ugye nyilván nem lehet, de azt is árusítják, nem tudom, hogy miért, mindegy. És hogy kiborultak, hogy ugye nekik az évben ez az az időszak, amikor úgy jobban kereshetnének, de az, az igazság, hogy ez az év szerintem nagyon sokaknak rengeteg lemondással járt, mindannyiunknak, úgyhogy talán, hogyha ezzel meg tudjuk óvni a kutyákat, cicákat, akkor nem is biztos, hogy baj, hogy nem lesz idén tűzijáték. Ez a Sláger reggel. 7 perc múlva 7:30, jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. És Viktorin Tamással. Eddig ugye minden évben több száz kutya és cica szökött el Pest megyében, illetve Budapesten is a szilveszteri tűzijátékozás, petárdázás miatt. Ugye az imént beszélgetünk Schneider Kingával, a budapesti Noé Állatotthon PR munkatársával, és egészen megdöbbentő, amit te említettél. Azt, hogy akik ugye a tűzijátékokat vagy bármilyen pirotechnikai eszközt akartak volna árusítani itt ugye a két ünnep között, vagy itt nyilván az év utolsó részében, hogy ki vannak ezen akadva, hogy nem lehet ezt árusítani. Igen. Hát bocsánat, tehát hogy ők hol voltak a 2020-ban? Igen. Tehát hogy amikor jelenleg december 14-e van, az egész év úgy, ahogy van. Nem voltak tűzijátékok, mulatságok. Hát egyébként, tehát semmi, se utcabál, se fesztivál, se semmi. Nem tudom. Tehát semmi igen. Nincsen. Arra számítottak, hogy majd most szilveszterre itt minden, és egy teljes karnevál, tehát hogy itt Vörösmarty tér, meg nagy felvonulás, meg durogtatás, tűzijáték, stb. Hát ezt szerintem senki nem gondolhatta normálisan. Normálisan nem, viszont ahogy én néztem a különböző közösségi oldalakon a fröcsögést, ott azért voltak, akik ezt gondolták, hogy na hát, ha augusztus 20-án nem lehetett, na majd most. Csak ezek szerint nem nézik, hogy mi történik a kórházban, a világban, de meg hogy... körülöttünk, meg egyáltalán, hogy nem lesznek ilyenek, hogy most idén tűzijátékozunk, vagy... De... Igen. Én nem tudom, tehát ez egy létfontosságú dolog? Igen, tehát most ez olyan, mint hogyha, ha nem tudom, a mákkal valami, nem tudom, a mákvész lett volna egész nyáron, nem lenne mák, és akkor nem lesz mákos beigli. Igen. És nincsen beigli nélkül karácsony. Igen. Hát most nincsen. Hát most nincs szilveszter, vagy nincs petárdázás, tűzijátékozás. Erről szól. Hát most ezért szerintem nem olyan megugorhatatlan, vagy ilyen áthidalhatatlan dolgok. Én is azt gondolom, a másik veszekedési téma, amit megláttam, amikor kutyások elkezdték egymás között, hogy miért nem tudsz vigyázni a kutyádra, ha már kutyád van, karácsonykor, szilveszterkor, és akkor volt rengeteg olyan, aki, mert hogy mi kint tartjuk az udvaron, de hát akkor tessék beengedni. Tehát ahogy Kinga is elmondta, hogy arra az egy napra. Vagy hogyha valaki felelős állattartó, akkor azt gondolom, hogy minden biztosít a kutyájának, cicájának, hogy ne tűnhessen el. Tehát például elmegyek az állatorvoshoz, veszek pénzért olyan nyugtatót, amivel nyugodtan szépen átalussza az egészet, ha már nem akarok mondjuk vele foglalkozni, vagy ha foglalkozom vele, akkor is valahogy egy picit megnyugtassa, mert hát szegényem ő eltűnik, akkor utána a keresgélés, meg az, hogy egyáltalán az a trauma, ami éri az állatot, szóval azt sem gondolják sokan végig, úgyhogy egészen érdekes beszélgetésekbe mentem bele, vagy néztem, nem mentem bele, csak olvasgattam a különböző közösségi oldalakon, és itt is látszódik az az éves frusztráció, ami az emberekben most benne van. Igen, és hát ezért nem egy nagy összegről van szó, tehát akár ezek a nyugtatók mondjuk, tehát hogy azért ez, te nem egy összeg. Nyilván utána kell járni, el kell menni az állatorvoshoz, van vele dolog, tehát nem azt mondom, hogy csak ennyi, igen. De, tehát hogy értem én, hogy van vele dolog, viszont hogyha valóban felelős állattartónak gondolja magát valaki, akkor azt hiszem, hogy ez hozzátartozik én ahhoz. Is. Vagy hogyha elszökik a kutya, kinézek,
nincs meg. Igen. Na mindegy, igen. Norbert azt írja, sziasztok, a gyorshajtást is tiltja a törvény, mégis mennek, mint a bolondok, a petárdázás is lesz. Igen, de a petárdázás már nagyon régóta nem kéne, nem? Mert még a tűzijátékozást azt engedték, azt mondjuk, de hát ugye azt nem lehet. Tudom, szerintem már ilyen évtizedek óta nem lehet. Bedobják, érted, ott a szomszédba is, nem tudom, nálunk a Dunaparton, tudod, mennyit találunk mindig más, amikor megyünk a kisférjemmel sétálni? Döbbenetes. Igen, petárdát és a tűzijátékot is, és nem értem, miért kell durrogtatni. Gábor azt írja, hogy sziasztok, kutya, kisállat, ez a legkevesebb. A 2 hónapos csecsemővel mit csinálsz, mikor éjfélkor halálra rémülten ébred? Na, az a kemény. Várjuk továbbra is a véleményüket ezzel kapcsolatban, hogy egyetértenek-e azzal, hogy idén nem lehet tűzijátékozni, illetve, hogyha már volt esetleg olyan eset, hogy a kutyájuk, cicájuk eltűnt ilyenkor, akkor ezt is írják meg nekünk. 0630 30 30 95 8, hírek, útinfok, és már is jövünk vissza. Ez a Sláger reggel. 6 perc múlva 3:48, jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. És Viktorin Tamással. Egyszerűen LP hangja mindig elvarázsol. Meg ez a dal, ez valami brutál jó. Még mindig. Láttam, képzeld, de nem is olyan rég egy videót. Van ez a, hát most én meg nem mondom, hogy melyik alkalmazásban, de amikor lehet duettet énekelni. És képzeld, de ugye itt ilyen kamerával, sima mikrofonnal otthoni körülmények között, és LP valakivel egy civillel csinált, képzeld el. És nagyon jó hangja volt a másik csajnak is, hasonlított az ő hangjára, ő elkezdte a dalt, majd utána váltott, jött a másik csaj, és ugye ilyen osztott kameraképen látszik, és így oldalra fordult, tudod, hogy de jó a csaj, és utána folytatták, nagyon jó volt, hát egészen különleges hangja van. Ezt majd, meglétszik. Jó, ennek szentelem a következő egy hetet, hogy megtaláljam ezt, de ez csak meg lesz valahol. Ugye arról beszélgetünk, hogy eddig minden évben több száz kutya cica szökött el Pest megyében, illetve Budapesten is a szilveszteri tűzijátékozás, petárdázás miatt. Hát ugye most betiltották a tűzijátékok értékesítését, és Zoli írja nekünk Óbudáról, szia Tomi és Petra, igazatok van, én sem vagyok nagy petárda tűzijáték hívő, és megértem a kutyásokat, kisgyerekeseket, de azt is látni kell, hogy ez valakinek nagy üzlet, kb. Mint a karácsonyfa árusnak, és neki pénzügyileg ez fáj, és a petárda közönsége olyan, hogyha valami nem megy legálisan, akkor megy feketén, és így drágábban is. Azt hiszem, nem kevés duranást fogunk hallani, így is, úgy is, december 31-én, bőven 20 után. Hát ez a baj, igen, én is azt gondolom, hogy 20 óra után is lesznek olyanok, csak hát akkor csak mennek őket ellenőrizni, nem? Tehát azért, mint ahogy most is ellenőrzik azokat, akik mondjuk 20 óra után nincsenek otthon. Szerinted, így gondolom... Szerinted erre lesz kapacitás? Hogy na ott, hopp, ott egy durogtatás, akkor kocsiba be, elindul a főtörzs, és akkor megyünk oda, és nézegeted, hogy ez most melyik kertből repül, vagy... Hát, szóval de valahogy utolérni. Igen, az embereknek saját maguknak kéne, hogy meglegyen az az igény, hogy ezt ne csinálják, de ezt tudjuk, hogy nincs így. Tehát, hogy lehetünk ilyen utopisztikus gondolkodásúak, de ez a világ sajnos az nem létezik, amiben ez így lenne. Ágnes azt írja nekünk a Facebook oldalunkon, sziasztok, sajnos a petárdázástól nem csak a kutyák ijednek meg. Egy csecsemő ugyanúgy összerezzen, főleg amikor egy elmebeteg nem messze dobja el a babakocsitól. Gondolom, saját tapasztalat. Igen, azt mondjuk, hogy nehéz, nem tudom megállni, hogy mondjuk, hogyha mondjuk, a család tolja a babakocsit, és mondjuk 5 méterre petárdázik az állat, tehát hogy ott mondjuk nem tudom, hogy apa mit, hogy igen, tudja tehát, megőrizni a hidegvérét, mert ha én lennék, apa biztos, hogy nem tudnám. Velünk előfordult már egyszer az valamelyik szilveszterkor, hogy mentünk hazafelé, és ott mellettünk dobták el ilyen tudod, ezek a suhanc, nagyon intelligens fiúk, akikkel látszik, hogy amúgy meg igen, tehát ilyen volt a hanghordozás is, és akkor azon poénkodtak, vagy azzal szórakoztak, hogy azok az emberek, akik mennek az utcán, azok mellett, igen. Ezek olyan értelmesek. Igen, hihetetlen nagy szellemi teljesítmény. Azok, hogy most nem mondhatom eladásba, hogy mi mindent tennék akkor, hogyha mondjuk a kezem közé kerülnék. De szerintem a hallgatóik ugyanezt gondolják. Pontosan tudjuk, hogy mire gondol a Petra. Nyugodjunk meg inkább egy picit, játszunk egy kicsit. Tényleg? Aha. Most ragadjon telefon, és legyen az első. Karácsonyi cserebere a 95.8 Sláger FM-en. Na, mi lesz az ajándék? Karácsonyi cserebere. Jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. És Viktorin Tamással. És bizony felcsendült a felhívó, a játékra felhívó. Ki a leggyorsabb? Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Szia! Elárulod a keresztneved? Kriszti! Hello! Honnan telefonálsz, Kriszti? Egy kis Biatorbács határából. Aha, akkor egy gyors közlekedést is mondj nekünk, kérlek. Hát
Hát egyelőre most még állok a kereszteződésnél, hogy ki tudjak menni, mert ez itt egy kicsit necces kereszteződés. Aha. Jó, ott nagyon óvatosan. Ja, ott a Sóskút felé, ugye, ahol ott jobbra az vissza. Az, igen. Óvatosan. Lehet gyakorolni a kézifékes elindulást, igen. Legyél nagyon óvatos. Hát, 16 éve csinálom, úgyhogy nem kemény olyan vagy, ennyi. Kriszti drága, hallottad a játék felhívásunkat, ugye? Igen. Oké. Okay. Azt is meg tudod mondani, hogy melyik dal előtt? Igen. Mondd. Rockin' Around the Christmas Tree. Ejjjj, isteni, nagyon ügyes vagy. Már is mondom a nyereményedet, jó? Királyság. Egy 10 000 forint értékű vásárlási utalvány a Hervis Sport jóvoltából a tied. Na most az van, hogy ezt megtarthatod, ha szeretnéd, de el is cserélheted, mert hogy ennyire jó fejek vagyunk. Hát tudjátok mit? Sosem szoktam kockáztatni, de most kockáztatok. Biztos vagy benne? Oké. Okay. Magáncsajjal van dolgunk, ez már biztos. Na figyelj, akkor mivel elcserélted, már is mondom a végleges nyereményed, ami Rachel Louise Snyder Láthatatlan sérülések című könyve, a Magyar Menedék Könyvesház jóvoltából, valamint egy 5000 forint értékű vásárlási utalvány a motorolajokat és autóápolási cikkeket forgalmazó olajwebshop.hu jóvoltából. Gratulálunk, Kriszti! Nagyon szépen köszönöm. Igazán nincs mit, és nagyon boldog karácsonyt kívánunk neked. Hasonlóan jókat kívánok én is nektek. Köszönjük. Puszi, szia, jó utat. Köszönöm, sziasztok, köszönöm. Karácsonyi Cserebere a 95.8 Sláger FM-en. A legnagyobb slágerek és a legjobb karácsonyi ajándékok változatosan. És most indul a Sláger reggel. 6 perccel múlt 8 óra, jó reggelt kívánunk Fordán Petrával. És Viktorin Tamással. Egy nem reprezentatív felméréssel folytatjuk. Kíváncsiak vagyunk, hogy hány év után kérte meg a párja kezét, vagy hogy fontosnak tartja-e a házasságot, vagy mondjuk boldogan élnek papír nélkül is évek óta. Mindjárt el is mondjuk, hogy miért kérdezzük. 06 30 30 30 95 8. Egy perc múlva 4:09, jó reggelt kívánunk Fordán Petrával. És Viktorin Tamással. Ugye egy nem reprezentatív felmérést lebegtettem itt a kedves hallgatóknak, mégpedig azt, hogy ugye hány éve után kérték meg mondjuk a párjuk kezét, illetve hát ez egy ilyen, nem tudom, hogy ez ilyen eldönthetetlen dolog, tehát hogy ki milyen oldalon áll, tehát hogy ez a papír nélkül is boldogok vagyunk, vagy a mindenképpen kell ahhoz papír, hogy mi mondjuk együtt élhessünk, és házasságot kell kötni. Na már is mondom, hogy miért beszélgetünk erről, mert hogy egy zambiai nőnek tele lett a hócipője azzal, hogy ugyan 8 éve együtt vannak a párjával, de hát a férfi, hát istenek, nem akarta megkérni a kezét. Odáig fajult a dolog, hogy konkrétan bírósághoz fordult a problémájával, ahol hát azt mondták nekik, hogy mivel nem házasok, a problémáikat otthon egymás között kellene valahogy megbeszélni, a bíróság nagyon ebben nem tud beavatkozni, tehát nem nagyon tud mit csinálni. A férfi egyébként arra panaszkodott, hogy az utóbbi időben nem kapja meg a nőtől azt a figyelmet, amit igényelne. A nő pedig azt mondta, hogy hát oké, hogy a férfi úgy csinált, mintha el akarná venni feleségül, de hát arra sincs pénze, hogy mondjuk egy tisztességes esküvőt megtartsanak. És azért az elég furcsa, hogyha valaki 8 év után a bírósághoz megy azért, hogy miért nem vette el a párját. Tehát inkább akkor, ha mondjuk én azt akarnám, hogy elvegyenek, és 8 év után sem vesznek el, akkor lehet, hogy elgondolkodnék azon, hogy lehet, hogy ennek a kapcsolatnak nincs értelme. Én például nem voltam egy ilyen házasságpárti, valószínűleg annak köszönhetően, hogy ugye a szüleim elváltak, és éppen ezért úgy gondolkodtam, hogy én nem nagyon szeretnék férjhez menni. Aztán, amikor a kis férjem fél év után megkérte a kezem, akkor nagyon örültem neki. Ő retteget, mert tudta az elveimet, vagy tudta azt, hogy én nem annyira akarok házasodni, de nagyon örülök annak, hogy házasság lett a vége. Mert én azt gondolom, hogy egy házasságot az ember valahogy, ha nem is az, hogy komolyabban veszi, de hogy az számomra egy érték. Tehát, hogy talán pont amiatt nem akartam korábban, mert úgy éreztem, hogy még nem találtam meg azt az embert, akivel ezt az értéket meg tudom együtt teremteni, hogy tudjuk ezt képviselni, mert nekem ez egy sokkal fontosabb dolog, mint a csak együttélés vagy együttjárás. Bocsánat, hogy ezt mondom, ez az én véleményem. Van, aki több boldog úgy, hogy vadasban élnek, vannak gyerekei. De jó is az házasság. Egyébként nagyon szeretem ezt a kifejezést. Tehát, hogy így tök jó, én azt is tiszteletben tartom, de nekem, magamnak az, hogy mi házasok vagyunk, az egy
értékes dolog. Szerintem sokan vannak úgy, hogy ahogy te is elmondtad, vagy ahogy te hozzáálltál az elején ez az egész dologhoz, hogy én nem, és aztán egyszer csak jön egy valaki, adott személy, igen. Egy valaki, amikor ez úgy borul az egész. Átíródik, és tényleg nyilván egyfajta elköteleződést jelent, de érdekes ez, hogy a fejben ez, hogy viszonylik, tehát, hogy önmagában én úgy gondolom, hogyha valakivel párkapcsolatban vagyok, akkor ez most teljesen mindegy, hogy ez most papír nélkül papírral, teljesen mindegy, az egy kötelék, aminek egy fajta kerete az, hogy egyébként mi mondjuk házasok vagyunk. Uh-huh. Tehát neked nem értékesebb, vagy nem gondolod többnek azt, hogy mondjuk, hogy házasok vagytok, mint amikor csak együtt jártál valakivel? Én azt mondom, hogy ennek tehát a komolyságát az adja meg, és hogyha mondjuk tudom, hogy a másiknak ez fontos, vagy neki mondjuk nem is azt mondom, hogy jól esik, mert ez hülyén hangzik, de hogyha tudom, hogy fontos, és tényleg együtt képzelem el vele a jövőt, akkor meg nem tök mindegy egyébként, hogy most nem is az, hogy mikor, hanem hogy egyébként van papír, vagy sem. Tehát, hogy ja, nekem épp nem. Úgy a házasság mellett, illetve ellen is szólva, tehát, hogy most ha ez így működik, és te valóban vele képzeled el az életedet, akkor teljesen mindegy, hogy házasok vagytok, vagy sem. Igen, csak vannak olyan nők például, akik gyerekkoruk óta dédelgetik azt az álmot, és mondjuk ez az úriember jelen esetben, aki 8 éve van együtt a hölgyel, és még 8 év után sem kéri meg a kezét, azért az lehet, hogy egy kicsit fura, nem? Tehát a nő meg vágyik rá, akkor, ahogy te is mondtad, hogyha a másiknak ez a vágya, ezt szeretné, és te szereted annyira azt az embert, hogy úgy érzed, hogy össze tudod vele kötni az életed, akkor miért ne? Gondolod, hogy ez egy normális kapcsolat egyébként, úgyhogy még bíróságra megy? Nem, tehát, hogy abnormálisak. Hát semmi se, kimegy semmi se kerek. Hát tehát otthon meg kell oldani, aztán csókolom. A bíróság kimondja. Igen, vedd el. Akkor elveszi. Jaj, de nagy a boldogság. Milyen szép válás lesz abból. Mennyi idő után vetted el a Dórit? Vagy kérted meg a kezét? Mennyi egy ideje volt? Egy év után kértem meg a kezét. Igen, és rá még egy évre akkor volt az esküvőnk, igen. Ez a Sláger reggel. 8:09, jó reggelt kívánunk Kordán Petrával. És Viktorin Tamással. A Sláger FM nem reprezentatív házassági felmérése. Úgy látom, hogy igen, nagy dérrel-dúrral halad. Steigi azt írja, volt egy olyan fogadalmam, hogy 30 éves korom előtt nem nősülök meg, ezt párom el is fogadta, 10 nap hiány, nem sikerült betartanom. 10 nap hiány! Nagyon jó. Jó, hát ez belefér, hát most 10 nap ide vagy oda. Fagyis Tomi azt írja nekünk, csáó, mi 16 éve vagyunk együtt, 13 év után házasodtunk, 13 év után. Uh-huh. Azt a mindenit 2017 nyarán, és végre sikerült, mert előző években mindig valami közbeszólt. 3 éve élünk házasságban, és egy lépés, hogy szorosabbá tegye a kapcsolatot végre, nem a párom, hanem a kis feleségem. Ugye? Milyen jó azt kimondani? 13 év azért, az nem semmi. Norbert pedig itt van velünk Vácról. Jó reggelt, szia! Hello! Szép jó reggelt! Te 8 éve élsz boldog éve, kapcsolatban. Most már több mint 8 éve. Uh-huh. Néhány nap múlva lesz majd a fordulónk, évfordulónk. De nem éltek együtt? Nem élünk együtt. Azt hogy lehet? Együtt. És ez szerintem nagy a félelem a kettőnk között, mert mindketten 100 évesek vagyunk. Igen. És a félelem az, hogy mi van akkor, hogyha mi együtt, az együtt élés, a mindennapi 24 órában, vagy teljesen mindegy, a napi együtt élés az nem úgy alakulna, mint ahogy most. De most Norbert drága, hát ha 8 éve ennyire jól kijöttök egymással, gondolom nem egy héten egyszer találkoztok. Nem, minden nap találkozunk. Hát akkor, és mindenki hazamegy egy kis otthonába. Mind a kettőt. Mindenki hazamegy a feleségéhez, meg a férjéhez. Igen. A félelem, mert mi van akkor? Mindenkettőnknek megvannak, ilyenkorban már mindenkinek megvannak a higolyái, a napi rutinjai, az, amiről bár nem az, hogy nem szívesen, hanem nehezebben tud úgy alkalmazkodni, mint egy 20 éves kis fiatalon. Jó, mondjuk ebben tök igazad van, ezt abszolút aláírjuk, igen. Hogyha már most nem, ha mégsem működik, akkor megint kezdődik előről az, hogy párkeresés, meg ha már akkor költözzünk szét, és akkor úgy fog működni, igen. Megint. De boldogok vagytok így? Ez a nagy kérdés. Boldogok vagy? Hát az a lényeg. Akkor meg hát ez tök jó.
Mondtam neki, hogyha még 10 évet együtt vagyunk, akkor már... Akkor elveszed feleségül. Helyes! Legyen így, beszéljünk majd akkor is. Szabadon fogunk. Szervusz! Szia-szia! Szia-szia! Ez volt a lényeg. Boldogok! Ebben tök igaza van, hogy nem mindegy, hogy hány éves korban kerültök össze. Persze. Mert hogy tényleg 50 évesen megvan a saját egzisztenciád, nem akarod feladni, nem akarsz elköltözni, nem akarsz valakihez oda költözni, alkalmazkodni sem, és ha így működik, akkor miért ne? Én meg már 30 évesen rigolyás vagyok, hogy megértem. Igen. 0630-30-30-95-8, várjuk továbbra is az üzeneteket. Sláger reggel. 5 perc múlva 3:49, jó reggelt kívánunk a férjezett Pordán Petrával. És a házas nős Viktorin Tamással. Igen, mert hogy ugye arról beszélgetünk, hogy mennyi idő után kell mondjuk megkérni a feleség kezét, hát, vagy illik. Hát a párunk kezét, vagy illik, vagy kell-e egyáltalán, vagy lehet csak úgy pusztán bele a vakvilágba élni egymás mellett, szóval azért ez egy nehéz kérdés. És nagyon sokan írnak nekünk, a Facebook oldalunkra azt írja Robert, jó reggelt, 1987-ben ismertük meg egymást, ekkor 17 évesek voltunk, 91-ben házasodtunk össze, jövőre leszünk 30 éves házasok. Üdv, Robi bácsó, azt a mindenit! Azért az úgy más szép. A 30 év az annyira szép együtt, igen. Aztán írt még nekünk Sándor is, szintén a Facebook oldalunkra, 21 év után kértem meg a kezét az akkori páromnak, 16 éve a feleségem Puszi, Sanyi Dunaújvárosból. De jó! Tök jó, hogy azért működik. Tehát nem kell ettől annyira félni, hogy nem most, hát. Hogyha működik egyébként papír nélkül, akkor annak én úgy gondolom, hogy működnie kell papírral is, tehát hogy nem ettől függ. Attila azt írja, mi 10 év után keltünk egybe. Lufbalon azt írja, 28 évvel ezelőtt barátommal megbeszéltük, együtt lesz az esküvünk. 4 évvel ezelőtt sikerült a közös esküvő, kicsi feleségemmel 13 év után házasodtak tök össze. Jó. De jó, az milyen jó a közös esküvő a legjobb barátjával, nem? Az vagány. Igen, az nagyon vagány, de el sem tudom képzelni, hogy az, hogy mondjuk az tök jó, hogy ugye a baráti társaság nagy része, azt gondolom, ugyanaz. Igen, mondjuk ez praktikus. És akkor így meg tudnak hívni néhány kiegészítésre. Na jó, de hát egy esküvőt is leszervezni egy horror, hát tehát igen. Egy menyasszonnyal együtt élni azért az úgy kemény időszak. Na most nem tudod, igaz, én tök jó fej voltam. Éltél együtt menyasszonnyal? Nem, én tök jó fej voltam. Nagyon sok terhet levettem a kis férjem válláról. Így van, a Dóri is nagyon jó fej volt, és ő szervezte. 99%-ában az esküvő. És nem voltam ilyen szörny, mint amiket látsz ezekben a valóságsor. Ja jó, nem. Menj a szörny, azt hiszem. Menj a szörnyek, igen. Tehát ott rémdráma nők vannak. Jó, hát ilyeneket én nem csináltam. Igen, és mindig őszintén bízok benne, hogy ezt csak a show kedvéért csinálják, de valószínűleg nem. Igen. Attól félek, hogy nem. Szerintem, aki normál esetben sem teljesen százas, az valószínűleg a mennyasszony lesz, az még kevésbé lesz az. Halmazott, hátrányos helyzet, igen. Na, akkor egy kicsit örömködjünk, mit szólsz hozzá. Jó! Most ragadjon telefon, és legyen az első! Megszólalt az Európeum kis szignálja. Na, de ki volt a leggyorsabb, ez a nagy kérdés? Halló! Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt mindenkinek, szép napot! Rozál vagyok. Honnan telefonálsz? Szia! Péterről hívlak benneteket, mindig így hallgatlak. Nagyon a jó! Konyhából. Kérlek, kedves Rozál, mondj nekünk egy számot. 1 és 40 között. Egy 24-es, az nekünk nagyon kedves számunk. 24-es, már is megyek a 24-es vele. Gömbért, és leveszem a fáról. A legszebb szám a 24-es, az évfordulónk 24-es. Jó. Na, jó, ugye? Törhetem a gömböt? Na, igen. Aha, szerintem már kinyílt. Kinyílt a gömb, és... Ja, finoman, igen. Igen. Jaj. Már is mondom, hogy mit tartalmaz, azt a mindenit. Egy 15.000 forint értékű ajándékcsomag a tied, mesemondó maci kutya, amit tartalmaz, aztán a Fessy Hot Stones melegíthető párnát is, az Európeum bevásárlók központban található Müller drogéria jóvoltából. Gratulálunk! Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Vannak unokák is. Szuper! Derekunk is fázósuk. Hány unoka van? Nagyon-nagyon jól jött. Hány unoka? 12 unoka van. Azt a mindenit! Hát akkor nagyon boldog... 25-ig. Nagyon boldog karácsonyt kívánunk, bár most egyszerre nem tudtok majd együtt lenni karácsonyt, hát, de bízunk nem, abban, sajnos, hogy telefonon keresztül ezt meg tudjátok majd oldani, hogy lássátok igen, is egymást. Igen, majd mindenféle módon tartjuk a kapcsolatot. Helyes. És köszönjük egymást. Nagyon jól teszitek. Köszönjük, hogy itt vagy velünk. Szia-szia nektek is. Szia-szia. És most indul a Sláger reggel.
5 perc elmúlt 9 óra, jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. És Viktorin Tamással. Egy edmontoni édesapa 30 órán át tetováltatta magára a fia anyajegyét, mert úgy látta, a kisrác nagyon rosszul érzi magát a hatalmas anyajegye miatt. A Sláger FM Facebook oldalára ki is raktunk egy képet. Mi a legkedvesebb dolog, amire emlékeznek, hogy a szüleik megtettük a gyerekekért? 4 perc múlva 4:10, jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. És Viktorin Tamással. Ugye azt mondtam, hogy 4 perc múlva 4:10, ez pedig azt jelenti, hogy most már szépen lassan ugye hangolhatunk a nap emberére is, mert hogy várjuk az üzeneteket folyamatosan 0630 30 30 95 8. Így van, hiszen a mai napon is az óra végén szeretnénk felköszönteni a napemberét, és hát nekünk szerintem ma már megvan a napembere, egy édesapa, egy kanadai édesapa, egészen pontosan edmontoni, aki annyira helyes sztorit tett a fia kedvéért, hogy gyakorlatilag 30 órán keresztül hagyta, hogy tetoválják, hogy egy ugyanolyan hatalmas anyajegye legyen, mint amilyen a kisfiának, mert hogy látta, hogy a kisfiú ettől rosszul érzi magát, és hogy ne érezze magát egyedül a világban. És a Sláger FM Facebook oldalán meg is osztottuk a közös fotójukat, amin látszik, hogy a kisfiú így már büszke arra, hogy neki egy ilyen óriási nagy anyajegye van. Igen, amikor először olvastam csak úgy a cikknek a címét, akkor így kicsit úgy, hát, hogy mondjam, tehát úgy megkérdeleztem ennek a nagyságát ennek a történetnek. Tehát most egy anyajegye tetováltatott magára, mert na, nem tudom, mondom, igen, most mi hol van a szeme között, vagy nem tudom, mi lehet. És szegény kisfiúnak hát így a fél mellkasát takarja, tehát hogy ez, igazából ez inkább úgy tűnik, mintha valami májfolt lenne, tehát hogy egy ilyen brutál, tényleg nagyon nagy, és így szimmetrikusan az apuka is ezt tetováltatta magára. Hát az meg a másik, hogy 30 órán keresztül tetoválták, szóval azért azt úgy kibírni, itt, akár itt a hónaj alatt, nem tudom, szóval azért úgy a fájdalomban sem egy utolsó, igen, de tényleg fejet hajtunk előtte, tehát nagyon szép. Az első üzenet, ami érkezett a Facebook oldalunkra, ilyen egy igazi apuka, Ágnes írta, aki együtt érez a gyermekével, az én időmben már mint gyerekkoromban nem nagyon volt tetkó, szuper a mai reggel is, puszi nektek, nagyon szépen köszönjük. Igen, ide is lehet írni azokat a sztorikat, hogy mi a legkedvesebb dolog, amire emlékeznek, hogy a szüleik megtették önökért. Nekem a legkedvesebb az egy vicces történet. Uh-ha. Én egy csenevész kislány voltam, ilyen 12 éves forma, tehát egy tényleg egy ilyen kis vékony kislány voltam, és a játszótéren voltunk lent. Én ugye ilyen fiúsított kis csaj voltam, tehát ugráltam, fára másztam, nem tudom, annak mindent csináltam. Annak ellenére, hogy csenevész voltál. Igen, 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 de egy sportos alkatú kis csaj. Hát, mert hogy azért erős voltam, meg minden, meg sportos, csak hát vékonyka. És emlékszem arra, hogy volt egy 16 éves, nagy darab, nagyon nagy lány, aki szerette terrorizálni az olyan kicsiket, mint én. És egyszer engem is elkapott. És nagyon-nagyon csúnyán beszélt velem, és én nem voltam azért egy sírós kis csaj, de hazamentem, és sírva fagadtam. És anyukám, tudod, így próbálta kiszedni, úristen, mi történt veled? És akkor így nagy nehezen kiszedte belőlem, és egyszer csak azt láttam, hogy anyám mint egy őrült megindult, tele adrenalinnal, hogy az ő kislányát és hogy és egyáltalán, és elkapta a csajt a játszótéren, és hát a csaj ugye nyilván nem számított erre, mert eddig egyik anyuka sem ment oda hozzá, hiszen nem nagyon mertük megmondani, hogy ő terrorizálja a gyerekeket, és anyukám olyan szinten üvöltött vele, hogy ő így tudod, amikor így látszott, hogy megsemmisül, és nagyon jó volt azt látni, hogy végre van valaki, akitől ő is tart, úgyhogy onnantól kezdve nem terrorizált minket, ja, a játszótéren. Ezt akartam kérdezni, pont, hogy lett-e retorzió. Nem, képzeld el, hogy annyira megijedt anyukámtól, hogy semmi. Utána minden kisebb gyereket békén hagyott, úgyhogy nekem ez akkora dolog volt, hogy ez egy ilyen, hogy ezt anyukám megtette, értem. Nyilván volt ezer másik dolog, de erre mindig emlékezni fogok, mert a szemében az a, tudom, amikor úgy elborult a tekintet, hogy az én lányomat valaki. Szóval igen. Sláger reggel. Jó. 8 perc múlva 9:30, jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. És Viktorin Éneklő Tamással. Most mi van? Elkaptam a ritmust. Nagyon jó vagy. Jó, kicsit korábban nyomtam be a mikrofont, mint terveztem, ez tény, és való, de igen, ezért lepődtem meg ezen. Szerintem a hallgatóink is, de nincs ezzel semmi. Ugyan már. A kedves hallgatóink szerintem már semmit nem lepődnek meg. Ez mondjuk lehet, hogy igaz veled kapcsolatban. De állj, én legalább bátran ebbe beleállok, hát nincs ezzel semmi meglepetés. Ugye a Sláger FM Facebook oldalára kiraktunk egy képet arról az apukáról, aki egy ugyanolyan méretű, illetve formájú anyajegyet tetováltatott magára, mint ami a kisfiának a mellén van, és büszkén pózolnak egymás mellett, mert ugye a kisfiú elég rosszul érezte magát amiatt, hogy hát tényleg ez tényleg nem egy szép anyajegy, való igaz, és az apukája azt mondta, hogy na, akkor a családban lesz még egy, és akkor rögtön nem érzi magát annyira egyedül a kisfiú. A kérdésünk pedig az volt, hogy kinek mi a legkedvesebb dolog, amire emlékszik, hogy a szülei megtették önökért, és azt írja nekünk Klára a Facebook oldalunkra kommentben, zseniális. Az én kedvenc játékom az áruházakban lévő 2 forintos érmével működő lovacska
macska volt, ami előre-hátra mozgott. Nagyon szerettem rajta lovagolni. Édesapám otthon ezt szimulálta azzal, hogy négy kéz lábra ereszkedett, anyu felültetett a hátára, és apu ugyanúgy mozgott, mint a lovacska. Örök emlék marad, apu már 3 éve sajnos nincs velünk, de ez örök emlék marad. Mennyire jó fej. De jó, ez hasonló, mint amikor látjuk, hogy tudod, a lányos apukák, és akkor tudod, igen, az a, hát be van fonva a hajam, igen, ki van festve a körmöm, stb. Mert a kislányod azt akarja, hogy hercegnő legyél, akkor hercegnő leszel. Gábor azt írja nekünk SMS-ben, édesanyám legorombított, mert nem jelentkeztem érettségire. Így megtettem. Azóta diplomát is szereztem. Örökké hálás vagyok neki ezért. Karesz pedig azt írja, sziasztok, tisztán emlékszem, hogy édesapám nap mint nap fél literes tejjel és néhány zsemlével ment dolgozni, hogy nekünk finomabb falatok jussanak. A suli után és hétvégén elmentem diákmunkára, a fizetésemből pedig vettem neki egy Pierre Cardin inget és egy napszemüveget is. Életemben akkor láttam könnyezni az édesapámat. De szép! Ez szép, amikor meghálálja az ember az első fizetéséből, igen, az nagyon nagy élmény tud maradni. Az nekem is egyébként. Annak idején az volt, amikor először a saját pénzemből vettem anyukámnak ajándékot. Az tök jó volt. Ez a Sláger reggel. 8 perc elmúlt fél 10, jó reggelt kívánunk Pardán Petrával. És Viktorin Tamással. Úgy járt a fejed közbe itt a La Luxury dala alatt, mint nagyon a galamboknak. Szeretem. Szeretem ezt. Jó, bólogattál. Ez hiányzott már csak hozzá. Programajánlóval folytatjuk, ugyanis online várják az érdeklődőket a budapesti adventi és karácsonyi vásár kiállítói. A kezdeményezésben 6 kategóriában csaknem 50 alkotó vesz részt. A fő cél, hogy a kialakult járványhelyzetben a kézművesek és a vásárló közönség összekapcsolásával is támogassák a hazai tárgy alkotó kultúra szereplőit. A vonalban pedig itt van velünk Faix Csaba, a Budapest Brand vezérigazgatója. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Sziasztok! Szia! Hogy tudjátok összekötni így azokat, akik mondjuk eddig mindig kijártak például engem a karácsonyi vásárra, és nagyon hiányzik, azokkal, akik most szegények az online térbe szorultak? Egy kicsit segítsünk a hallgatóinknak, hogy ezt hogy tudják megtalálni, ezt a lehetőséget. Igen, hát amikor kiderült, hogy nem tudnak kimenni az emberek a Vörösmarty térre megtalálni a kedvenc árusaikat, akkor rögtön két probléma merült fel. Az egyik, hogy lesz forradbor a kezükben, ebben sajnos mi nem tudunk segíteni. A másik pedig, hogy hogyan találják meg ezeket az árusokat. És erre hoztuk létre a budapestikarácsony.hu nevű honlapot, ahol, ahogy mondtatok, 6 kategóriába rendeztük a kézműveseket. Tehát, hogyha valaki célzottan menne és szeretne mondjuk egy bőrövet, vagy egy nem tudom, agyagedényt vásárolni, akkor meg tudja keresni, és ott lát bemutatkozást a kézművesről, a termékeiről, és utána onnan el tud menni az adott kézművesnek a webshopjába. Tehát mi tényleg csak egy ilyen platformot, egy találkozási platformot, tulajdonképpen a virtuális Vörösmarty teret hoztuk létre. Ugye, ahogy írtátok is, ugye 50 alkotó vesz ebben részt, akkor valóban a Vörösmarty tér alkotóinak, kiállítóinak ez egy felület, vagy mások is jelentkeztek erre? Nem, ez nagyon fontos, hogy egyébként az egész munka, a karácsonyi vásár szervezés, az olyan május körül kezdődik, tehát amikor körülbelül a nyuszi elment, mi akkor már elkezdünk a karácsonyi vásárral dolgozni, és egy hosszú pályázati folyamat után választjuk ki azokat a kézműveseket, akik egyáltalán kijöhetnek a Vörösmarty térre. Ennek a pályázatnak az legfontosabb feltétele, hogy valódi kézművesnek kell lennie. Ehhez egyébként például a műhelyfotót is kérünk a jelentkezőktől, tehát nem jó az, hogyha valahol sorozatgyártásban készül termék, még ha úgy is néz ki, mintha, hanem mi akarjuk látni, hogy ő tényleg ott áll a pult, vagy a szövőszék, vagy bármi előtt mögött, és ők kerülhetnek be. Éppen ezért ezt a lehetőséget is, ezt a budapestikarácsony.hu-t ezeknek a kézműveseknek, ezeknek az úgymond válogatott, előszült kézműveseknek hoztuk létre. Arról egyébként van bármilyen tapasztalásotok, hogy az elmúlt hetek kapcsán, hogy inkább magyarok, vagy inkább külföldiek keresik fel, hiszen azért, amikor a Vörösmarty téren itt vannak a turisták, akkor nyilván ők erőszeretettel vásárolják ezeket a kézműves hazai termékeket. Az oldal az első körben magyarul indult, most már elkészült az angol is, azért alapvetően arra számítunk, hogy ezt inkább a magyar vásárlók találják meg. Azért külföldről nyilván más az, hogyha az ember elmegy a Vörösmarty térre, mint hogy így megkeresse azt a kézművest, akinél mondjuk adott esetben 2-3 évvel ezelőtt vásárolt. Úgyhogy mi ezt elsősorban a magyar vásárlóknak hoztuk létre, arra számítunk, hogy ők azok, akik itt vásárolhatnak, és egyébként tökéletes az időzítés, mert ugye ráfordulunk lassan az ajándékbeszerzési hajára, úgyhogy most még szerintem nem késő fölmenni ezekre a honlapokra, vagy akár magára, vagy a budapestikarácsony.hu-ra is választani valamit, mert egyébként azért azt ne felejtsük, hogy itt tök jó ajándékok vannak. Így van, és ezzel tudunk is segíteni, és ez is nagyon fontos.
Így van, pontosan. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Én is nagyon szépen köszönöm, és hát boldog karácsony. Neked is. Nagyon köszönjük szépen. Szervusz, szia. Faix Csabával, a Budapest Brand vezérigazgatójával beszélgetünk, és akkor budapestikarácsony.hu. Erre az oldalra kattintva, akkor ugye önök is egy virtuális túrát tudnak tenni tulajdonképpen a Vörösmarty téren. És ami fontos, hogy segíthetnek a kézműveseknek, hiszen azért nekik ez az év ez nem annyira egyszerű, pláne, hogy a karácsonyi vásárokkor szokták szerintem a termékeik nagy részét eladni, vagy mondjuk azokon a felületeken, amik most idén nem voltak, hiszen ha belegondolunk abba, hogy augusztus 20-án sem voltak meg a hatalmas nagy vásárok, úgyhogy ha tudnak és szeretnének így segíteni nekik is, akkor szerintem ők ennek nagyon fognak örülni. És igen, mindjárt a napemberét is szeretnénk köszönteni, úgyhogy már lehet jelölni azt, akit szívesen köszöntenének névnap, születésnap alkalmából, vagy egyszerűen csak hálások neki valamiért. Ez a Sláger reggel. Egy perc múlt 3:40, jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. És Viktorin Tamással. Annyira jó kis dal volt ez, ennek úgy szeretem, amikor ezek a régi ilyen hangulatok megmaradnak új köntösben, és nagyon jó volt. Michael Bublé és Shania Twain, azért ez úgy rendben volt, egy nagyon jó kis karácsonyi dal volt. Michael Bublé, Jenny, szerintem. Hát, pláne karácsonyi meg minimum. Swing kategóriában, meg mindent, tehát egyszerűen imádjuk. Abszolút. Péter pedig itt van velünk kajászóról. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok én is nektek és az összes hallgatónak. Szerintem Péter még kajászóról senkivel nem beszéltünk, úgyhogy tök jó, hogy itt vagy velünk. Martonvásárhoz vagy közel, ugye? Ha jól tudjuk. Így van, így van. Ez egy nagyon kicsi, de nagyon kis szép és nagyon kis békés település. Na végre, onnan is hívott minket valaki, tök jó. Így van, itt is hallgatnak titeket. Helyes, nagyon helyes. Péter drága, kit szeretné jelölni a napemberének? Én egy nagyon kedves barátomat szeretném jelölni, őt úgy hívják, hogy Emese, és én úgy szoktam őt hívni csak, mint a babákkal táncoló, mert hogy igazából amiért őt jelöltem, az az, hogy így szeretném neki kifejezni, hogy mennyire értékelem azt, hogy amit ő a gyerekekért tesz. Tehát ő ugye ilyen 1-től egész 7 éves korig foglalkozik gyerekekkel, ilyen zenés, táncos foglalkozásokon keresztül próbálja őket fejleszteni, tehát ugye ez nagyon sok mindenben segít, mozgáskoordináció, ritmusérzék, úgyhogy én azt gondolom, hogy úgy, hogy ráadásul 4 saját gyermeket nevel, és emellett nagyon nagy energiát fordít ebbe, és én ezért gondoltam, hogy ő alkalmas lehetne a napembere címre. És itt is van velünk. Jó reggel! Szia, Emese! Sziasztok! Mondhatjuk, hogy te babákkal suttogó vagy? Ez nagyon megtisztelő. Azért ezt elmondanám, hogy most nagyon zavarba hoztatok ám. Nagyon jó, helyes. De édes vagy! Hát te vagy zavarba, hát te teszel egy csomó mindent a kicsikért. Jó, igen. De hát ez természetes, vagy nem tudom. Tehát én imádom a gyerekeket, és szenvedélyem a tánc, úgyhogy úgy gondolom, hogy nagyon szerencsés vagyok, hogy így megtaláltam magam ebben az egészben, amit most közvetítek és csinálok, úgyhogy ez egy áldás, én azt hiszem. És hozzád azért szokták vinni a szülők a gyerekeket, hogy segíts nekik egy picit mondjuk a mozgáskoordinációban, vagy a kifejezésmód a tánc segítségével, vagy hogy kell elképzelnünk a te munkádat? Egy kicsit segíts nekünk. Hát ugye az egész foglalkozásnak az elnevezése, vagy az egész tánciskolának a Táncolybabám nevet kapta, és 6 éve kezdtem el ezt az egészet, azzal a célra, hogy az édesanyákat kicsit kimozdítsam otthonról. Tehát saját gyerekek révén nyilván tudom, hogy mennyire szükségünk van kis énidőre és kis mozgásra, és nyilván a gyerekek mellett ez igen nehéz. Igen. Kivételezni, úgyhogy babahordozós tánccal indult ez az egész történet. De jó. De ahogy cseperedtek a gyerekek, és nem akartuk abba hagyni, úgy jött a következő szikra, tehát tényleg olyan, mint egy mesés történet, én azt gondolom, tehát az egyik lépcső jött a másik után, mintha valaki így előttem tenné ki a lehetőségeket is építeni az utamat, és ahogy a kislányom elkezdte itthon utánozni, amikor készültem ugye a következő foglalkozáson, láttam, hogy milyen ügyesen emelni a kis kezét, a lábát, tehát akkor volt 15 hónapos vagy ott körül, és megalapítottam, vagy kidolgoztam egy olyan módszert, ami sajátos és egyedi most Magyarországon, amennyiben én tudom, ez egy táncos mozgásfejlesztés, tehát táncos alapokon nyugszik ez az egész, és a szülő a gyermeken együtt mozog, tehát együtt végzik a gyakorlatokat, hát a feladatokat, és de jó. Hát minőségben is együtt vannak, meg fejlesztik is őket, úgyhogy... Hát Emese, megérdemled a tapsot, a napembere címet is, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgethettünk veled, és hát gratulálunk ehhez a címhez, meg a munkádhoz is.
Nagyon szépen köszönöm ezt a megtiszteltetést. Mi köszönjük szépen. Szép napot kívánunk. Sziasztok. Sláger reggel. 7 perc múlva 10 óra, jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. És Viktorin Tamással. És befutott Somogyi Zoli is. Csáó, jó reggelt. Hello. Meg nem is futottam, jó reggelt. Most nem, most nagyon lazás. Igen, most így lelazultam már. Milyen volt a hétvége? Durva volt? Most meséltem pont az előtt. Mit csináltam? Na, megint mit szereltél? Nem én mit csináltam, nem. Nem, azért volt durva a hétvége, nagyon kikészültem tegnap reggel vagy délelőtt. Elmentem Dunakeszire, ahol van ugye egy ilyen bevásárlóközpont komplexum volt az autópálya mellett. Bementem először a Barkács áruházba, és hónom alá csaptam egy nem olcsó polcot, és közben elmentem hátra a lapszabászatra, amire ki volt írva, hogy zárva van. De ott benéztem, hogy nekem igazából egy 36x16 centis darabka, ilyen kis funérlemez kellene, csak hogy befejezzek valamit. Nem, most annak úgy igazán értéke nincs. És ott benéztem, és látom, hogy van egy csomó ilyen nyeselék, tudod, ami ott marad, de száz számra ott állt dögivel. És elbatyogtam a legközelebbi pultig, ott három ilyen piros overálos srác támasztotta a pultot, mondom, sziasztok, tudnátok-e segíteni? Az az igazság, mondom, látom, hogy az árva a lapszabászat, nekem igazából egy ilyen pici darabka kellene, és hogy abból, hogy ott egyet, és nem lehet elvinni, mert azt nem tudják beárazni, de mondom... De nem, hát hogy csak hát, úgy. Csak ott, mondom, azt úgyis ki fogják onnan dobni, tehát az ilyen eset, tehát az nem csinálnak már semmit. Nem? Jó, mondom, akkor mi a legkisebb, amit vehetnék? Mondja, hogy mit én 150-szer, nem tudom hány centi, tehát érted, a 30, a 16 centis helyett, és az 5500 forint, azt hiszem. Igen. Mondom, figyelj, most komolyan vegyek, 5500-ért egy nagy táblát, az meg kell egy ilyen picik. Mondom, ott van egy csomó, ami látom, hogy hulladék, tehát hogy abból egyet nem lehet. És közben mondom, ott volt a honomat a polc, egyébként idén már nem tudom, mennyit elköltöttem. Tehát, hogy jó esett volna a lelkemnek így karácsonyat egy hét, hogy azt mondják, hogy figyelj, ez jó lesz, vigyed, itt van csápszal. De miért nem lehet emberesnek lenni? Akkor átmentem közben, a polcot beraktam a csomagtartóba, átmentem szembe a hipermarketbe, megyek kifelé, tolom a bevásárlókocsit, nyílik a fotocellás ajtó, szemből nekem rohan egy kis cofos kislány, ilyen 5-6 éves forma, mert ugye kanyarodott be kintről, nem vette észre, fölkenődött a kocsi elejére. Apuka jön be, rám néz, nézi már előre, és ment tovább. Jaj. Tehát nem a kislányra szól, hogy kicsim, hát figyelj, tehát nyilván én vagyok a hülye ott is, majd bepakoltam a kocsiba, elindulok, és parkoló közepén, ahol ugye van két forgalmi sáv, megyek, mit tudom én, ilyen 20-as tempóval, hát most nyilván nem öttel megy az ember, tehát tényleg nem mentem gyorsan. A mellettem lévő sáv az egy kicsit így beállt, tehát ott. Én viszont mentem nagyos tempóba. Erre egy kis terautó takarásával elém lép egy ilyen 40-50 közötti pár, tehát hölgy és úr. Nyomtam a dudát, nyilván is félrerántottam a kormányt, majd nyilván a srác bemutatott nekem a középső ujjára, hogy én vagyok a hülye. Tehát nem ő, aki esetleg kilép egy másik autó takarásából egy forgalmi sávra, hanem nyilván én vagyok. Tehát ez engem annyira megviselt a tegnap délelőtt. Mi hogy, történik az emberekkel? Hogy, igen, pont ezzel gondolkodtam, hogy tudom, hogy ez egy ilyen nagyon szörnyű év volt, és igen, tudom, hogy most már itt vagyunk a finishben a karácsonyhoz, de hogy emberek, egy kicsit, tehát próbáljunk már meg. Normálisan. Úgy, igen. Igen. Tehát, hogy én... Nyilván én is hibázom is, de amikor hülye vagyok, akkor tudom, hogy hülye vagyok, akkor nem a másikat igen, kezdem pontosan el ezért. Szóval ez borzasztó volt tegnap, és ez így körülbelül fél óra leforgásolt, úgyhogy ott tartottam, hogy de jó, hogy jön a karácsony. De jó, hogy mi szombaton találkoztunk, és nem vasárnap. Most lehet, hogy nem beszélgetnénk egymással, igen. Hát nem tudom, hogy mit tanácsoljak, tehát hogy neked tanácsoljak nyugodt műszakot, de vagy hát a hallgatóknak óvatni. Türelmet az embereknek. Igen, türelmet, mert az a baj, hogy tele van ilyen emberekkel. Be, tehát, nem, Móni barátném ugyanezt mesélte tegnap este, hogy szegény ugyanígy járt, ő is szombaton, és az ugyanezt mesélte, hogy három olyan emberbe futott bele, úgyhogy egy kicsit legyünk már egymással türelmesebbek, kedvesebbek, előzékenyebbek, légy cikk. Erre gondoltam, és egy virtuálisan meg kell megrázni a kedves hallgatókat. Figyeljünk már, nyugi. Tehát mindenki tényleg jön, jövő héten karácsony, majd leülünk, ott leszünk a családdal, mindenki siet, mindenki szeretne túl lenni mindenen, hogy egy picit próbáljuk, és hogyha valamit hibázunk, akkor nem szörnyű dolog azt mondani, hogy jó, oké. Tehát, hogy... Számoljunk el 10-ig. Igen. További jó rádiózást kívánunk Somogyi Zolival. Holnap reggel 6-kor jövünk. Csók! 10. Hello.